Nem panaszkodhattak az időjárásra a tornán részvevő csapatok, egy kis esőszünettől eltekintve végig igazi strandidőben rúgták a labdát a forró homokon a játékosok. Négy vármegyéből érkeztek az együttesek a négy napos rendezvényre. A négy csapatos női minitornán a Nyírség FC végzett az élen. A férfiaknál pedig több végső győzelemre is esélyesnek tartott csapat búcsúzott már a csoportmeccsek során. Nagyon nagy meglevetések is születtek a tornán, hiszen elvérzett a korábbi a tavalyi győztes, a Fáraó Bútor Eger csapata, elvérzett a mindig döntő környékére kerülő pikolósöröző, és nyomulnak előre a fiatal csapatok, akik egyre jobban megtanulják ezt a játékot, és én nagyon örülök neki, hogy ilyen szuper játék, gond probléma nélkül. Egyetlen egy piros lap volt, a második sárga lap miatt, a kis butaság miatt, hogy kiállítottak egy játékot, de sportszerűen játszanak a csapatok, és a játékkal foglalkozik mindenki. Fantasztikus közönség állja körbe a pályát, minden állt a körbe minden nap, és nagyon sokan látták ezt, és élvezik ezt a játékot, sokan várták is, hiszen ez egy élvezetes játék. A Team Futsal csapat a továbbjutott csoportjából. Vezetőjük elmondása szerint minden alkalmat megragadnak, hogy pályára lépjenek. Közel 8 éves csapatról beszélünk, 15 éves koruktól ugyan állam vannak, minden rendezvényen részt veszünk, nyilván a strandfocin is, amit szeretünk, és szeretnénk gratulálni Dezé Dajka úrnak a szervezéshez, nagyon csodálatosan megcsinálta. Mi minden indított vagyunk, megyünk, csináljuk, nekünk ez a fontos, hogy minél többet játszunk. A strandfoci torna egyben felvezetője volt a nyíregyházi kispályás bajnokság hamarosan rajtoló 2023-24-es idényének. 31-én 12 óráig lehet nevezni a csapatoknak. Most jelen pillanatban úgy tűnik, hogy a tavalyi 107 csapat után most 106 csapattal fogjuk tudni elindítani a bajnokságot. Még mindig várom az új nevezőket, hiszen hiányzik még két öreg fiúk csapata a bajnokságban, és akkor teljesen kerek lesz. De augusztus 14-én fogjuk elindítani a bajnokságot, mint ahogy mondtam, ugye a stadion beruházás miatt egy kis kaotikus állapot azért fogja fogadni a csapatokat, hiszen az ABC pályán és a kisműfőves pályán fogjuk játszani a bajnoki mérkőzéseket, de bízom benne, hogy október végére szintén le fogjuk tudni bonyolítani a bajnokságot. Visszatérve a sóstói strandfoci tornához, a férfiaknál a győzelmet a Nyírség FC szerezte meg a Makkai Trans Kft. És a Rómeó Vác előtt. A gólkirályi cím a hetbendes Balázsi Péteré lett. A legjobb kapusnak a váci Hannus Balást, a legjobb játékosnak a Makkai Trans Kft.-ben játszó Jávor Norbertet, a legtechnikásabb játékosnak pedig a Nyírség FC-s Majoros Ádámot választották meg a szakemberek.